Az előző évekhez hasonlóan idén is számos fellépővel, műsorral várják nem csak a dunaújvárosiakat, hanem a város környéki érdeklődőket az adventi forgatagon. A december 2-án kezdődő eseménysorozat minden évben sikert arat. Nagyon pozitív az adventi forgatag visszajelzése, már hetekkel ezelőtt érdeklődtek nálunk az irodába különböző programokkal, programrészekkel, amelynek a plakátja már a múlt héten elkészült, és a Facebookon is megtalálható, illetve a város forgalmasabb helyére ki is tettük. Ez egy hosszú etap, december 2-től egészen 23-ig mind a 4 adventi vasárnapon, vasárnapot áttölelve teljes programmal készülünk, tehát minden nap lesz színpadi program, minden nap várjuk az érdeklődőket. A fellépők és a műsorok mellett ismét forralt bor, kürtös kalács, kenyérlángos és különböző kézműves termékek közül válogathatnak a Városháza térre látogatók. Helyi híresség, ha fogalmazhatok így, Raúl december 5-én 6 órától fog fellépni, egy ilyen előmikulásként a fiataloknak, illetve december 8-án lesz egy SM koncert, amivel szintén a fiataloknak próbáltunk kedveskedni, illetve ahogy indul be az adventi forgatag, a vége felé próbáltuk a legnagyobb neveket hozni. 16-án a Beat Kohó szórakoztatja a közönséget. Ők is dunaújvárosiak, de már nem csak Dunaújvároshoz kötődnek, illetve december 19-én Takács Nikolász várja az érdeklődőket. Hétköznapokon délután 1 órától este 8 óráig, hétvégén pedig délelőtt 10 órától este 9-ig tart az adventi forgatag. A programsorozaton minden vasárnap délután 5 órakor egyházi gyertyagyújtással várják az érdeklődőket.